csillagok, csillagok, szép elragyogjatok. A nyári szünidő első napján Bartókos diákok énekkel köszöntötték a teljesen megújult sportpályát. A Zeneművészeti Szakgimnázium és általános iskola vezetője köszöntőjében azt mondta, a fejlesztés a közösségi lét jelképe. Az elmúlt több mint lassan másfél év arról szólt, hogy mit nem szabad, a korlátozások voltak, nem szabadott csoportosulni, maszkhasználat, online tanítás, de reméljük, hogy ez már mind mögöttünk van. Ez a tornapálya jelképezze a közösségi létet, a korlátozások nélküli életet és a szabad mozgás örömét. Nagyon köszönjük támogatóinknak, hogy lehetővé tették, hogy a diákok biztonságos, korszerű körülmények között mozoghassanak, sportolhassanak együtt. Évekkel korábban a Patent csoport egyszer már felújította az iskolai pályát, de az az évek során ismét tönkrement. A cég ezúttal is első szóra a jó ügy mellé állt. Security Patent az a fennállás a 30 éve alatt mindig is nagyon fontosnak tartotta azt, hogy visszaadjon valamit annak a közösségnek, annak a városnak, ahol született, ahol dolgozik, ahol működik. Jelentős mecénásai, támogatói vagyunk a győri kultúrának, az oktatásnak, az egészségügynek és a sportnak. És ennek kapcsán évek ezelőtt elkészítettünk itt a Bartók iskola udvarán ezt a sportpályát, a szabadtéri sportpályát, aminek sajnos a burkolata az idők folyamán tönkrement. És ezért az innovatív gruppal az év elején összeállva egy modern, rekordtán típusú pályának az elkészítésére adtunk adományt, ami most ez a pálya most elkészült, és nagy örömmel adjuk át az iskolának és a gyerekek számára. Az innovatív grup vezetője is szívesen támogatta a pályafejlesztést, a cég értékteremtő adománynak tartja, hogy segítették a beruházást. Nagy-nagy öröm számunkra, hogy egy ilyen szép időben, és hála jó Istennek egy ilyen sikeres oltási program után itt lehetünk, egy ilyen szikrázó napsütésben, és külön köszönöm a gyerekeknek ezt a csodás ajándékot, amivel megajándékoztak minket. Ha végignézek a gyerekeken, akkor az jut eszembe, hogy igazából ezzel a kis adománnyal értéket teremtünk, és úgy látom, hogy jó helyre került. Az innovatív cégcsoporton nem áll messze ez a társadalmi szerepvállalás, és ígérjük, hogy a jövőben is hasonló kezdeményezések mellé fogunk állni. Két sikeres és önzetlen győri cég állt a jó ügy mellé, erről beszélt a város országgyűlési képviselője. Simo Robert Balázs is üdvözölte a sportpálya fejlesztését. Mind a két cég, akik a támogatást adták a pálya felújításához, Győrben évtizedek óta működnek, magyar tulajdonban vannak, és meghatározó szereplői a biztonságtechnika őrzés, illetve a logisztika raktározás területének. A választókörzetem azt gondolom, hogy folyamatosan fejlődik, többféle beruházás van itt. Vannak állami beruházások, mint például itt a szomszédos strandfürdő vízi élménypark építése, vannak önkormányzati beruházások, és vannak olyan beruházások is, amelyek támogatásból valósulnak meg. A mostani pálya felújítás 6 millió forintba került, de a Patent csoport már is jelezte, szívesen venne részt az udvar többi részének fejlesztésében is.